Az Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztivál mára már nemzetközi jellegűvé nőtte ki magát. A vajdasági versenyzők mellett magyarországi, erdélyi és felvidéki hurka és kolbászmesterek is bizonyíthatták a képzettségüket. A jó időnek köszönhetően nagy volt az érdeklődés, a főszervezők pedig gondoskodtak róla, hogy senki se menjen haza korgó gyomorral, hiszen 10 000 ingyen adag kolbászt és hurkát osztottak szét. Ami a népszerűséget illeti, hát a legkevesebb csapatunk az 63-4 csapat volt az elmúlt 7 évben, míg ma 112 benevezett csapatból 109 meg is jelent, és 109 csapat méri össze tudását a hurka és kolbász készítésben. Most éppen az alapanyagok főnek az üstbe, ebben van fejmáj, tüdő, tehát a sertésnek a belsőségei. Itt nagyon fontos az, hogy a belsőségek milyen arányba kerülnek be a rizs mellé. Tehát a rizs és a belsőség aránya nálunk ez az, ami fontos. Fűszerek, az majoranna, csó, bors, paprika, ennyi. Hagyományos recept, mint ahogy a dédszüleinktől tanultuk. Ugye a só, a paprika, a fokhagyma, a bors, köménymag, még nem teszünk bele ilyen szerecsendió, meg mit tudom én, ez a hagyományos recepte, amit készítünk, és hát nagyon finom szokott lenni. A jó hangulatról lakadalmas zenekarok gondoskodtak. Az éjszakába nyúló mulatsághoz Lagzi Lajcsi, valamint az Irigy Hónaj Mirigy muzsikája adja a talpalávalót.